évente 9000 új tüdőbeteget, tüdőrákos beteget diagnosztizálnak, regisztrálnak Magyarországon, és nagyjából 8000-en halnak meg a betegségben. De én azt is olvasom, hogy minek utána ugye van egy ilyen általános vélekedés, hogy tüdőrákos az a férfi lehet, aki 65 fölött van, és sokat dohányzott, de ehhez képest olvasom, hogy bárki, akinek tüdeje van, lehet tüdőrákos. Nagyon biztató ez a mondat. És velem szemben is egy hölgy, akinél 51 évesen diagnosztizálták a betegséget, és úgy, hogy nagyon sportos és egészségtudatos életmódot élt akkor is, azóta meg még inkább. Mencser Éva a vendégem, a Lélegzet a Tüdőrákos Betegekért és Hozzátartozóikért Egyesület elnöke. Éva, mi történt? Hogy kerültél te ebbe a körbe? Se nem vagy férfi, se nem 65 fölött, és se nem dohányoztál. <laughs> Igen, először is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ö igen, egyik, egyik, egyik táborban se, se, tar, se tartozom, de sajnos ö, ö, sajnos már elmondhatjuk sajnos elmondhatjuk azt, hogy hogy egyre többen vannak, akik nem tartoznak ebbe a táborba. 2016-ban voltam egy betegszervezeti konferencián Varsóban, ahol a különböző típusú betegségek betegségekből felépült előadók mutatták be az általuk létrehozott betegszervezeteket. Borzasztó érdekes volt, és az izraeli betegszervezetnek az elnöke egy hölgy, aki beszámolt arról, hogy egyre több, fiatalabb nőt támad meg ez a betegség. Tehát 18 éves, 36 éves, 40 éves nőket mutatott be, akik ezzel a betegséggel küzdenek. Sajnos apropója volt, hogy rétrehozta ezt az egyesületet, mert az ő férje, ő is fiatalon halt meg. A gyógyulási esélyek, én úgy tudom, hogy azért ezen rák típus esetén is belül is javultak, de még mindig lesújtóak az adatok. Igen, nagyon lesújtóak az adatok, de azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokféle tüdődaganat van. Nagyon sokféle. Először tisztázni kell azt, hogy milyen típusú tüdődaganata van az illetőnek. Tehát nem mindegy, hogy kis sejtestről, nagy sejtestről és ezen belül sok-sokféle típusáról beszélhetünk. Mindegyik típusnál, de főleg ami nálam volt az adenokarcinóma, az egy nagy sejtes típusú mm. daganat. Főleg, de minden daganat esetében el kell, hogy mondjam, hogy az időfaktor az nagyon fontos. Ezért... Tudom, hogy ezt mindig elmondják, Igen. akik daganatos betegségben szenvedtek, és az orvosok is, hogy az időfaktor az, ami, ami, ami egyre jobb kilátásokat adhat a, a betegeknek a gyógyulásban. A tüdőrek esetében ugye azt is mondják, hogy pont ez az egyik nehézség, hogy mire tünet van, mire érezzük, hogy baj van, addigra már olyan stádiumban van a beteg, hogy onnan elkezdeni gyógyítást nagyon kis eséllyel hoz sikert. Igen, igen, ezt nekem is elmondták az orvosok. Nálam nagyon sok szerencsefaktor volt, ha így mondhatom mert ugye, ugye nem éreztem semmit. Picit köhögtem, de meg voltam fázva előtte. Ugye mindig, mindig az ember a téli, téli időszakokban átmegy ilyen olyan vírusos, Persze. bakteriális, vagy esetleg megfázásos betegségeken. Ezek ugye elhúzódhatnak. Nem tudjuk lekövetni, hogy mennyire köhögünk, hogy köhögünk, stb. Tehát, hogy, hogy tényleg ne, nehéz. Hát azért köhögünk, ne rögtön tüdőrákra gondoljunk, igen, igen, igen. igen. Ö, én nagyon sokat tornázom, és a has, hasizom gyakorlatok közben éreztem, hogy a hátam fáj. Uh -huh. Na most ugye tüdőrák esetében nem nagyon érezhetünk fájdalmak, mert nincsenek idegek, de kiderült, hogy a daganat a mellhártya mellett volt, csinált egy kisebb tüdőgyulladást, és nyomta a mellhártyát ebből adódott, hogy, 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 fájdalmaim voltak. Gyorsan el is mentem tüdőszűrésre, minden évben járok tüdőszűrésre, de, de most kihagytam két évet, és a tüdőszűrésnél láttak, tehát visszahívtak, és láttak, láttak egy foltot. És akkor egyre jobban elkezdték vizsgálni, ugye, még egy, egy röngen, akkor antibiotikumot szedettek velem, kisebb lett a fold, de nem tűnt el. Mert ugye azt hitték, hogy tüdőgyulladás. Igen, ugye, hogy amit... Azt hitték, hogy tüdőgyulladás, vagy igen, elsősorban tüdőgyulladásra mm. gyanakodtak, és majd elküldtek CT-re. Még a CT-n sem lehetett igazából Hű. látni, hogy mi az. Tehát, amikor a melkas sebész ö, 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 megnézte a CT-leletet, azt mondta nekem, hogy. hogy Hát ő nem tudja ebből a leletből eldönteni, hogy most ez rossz indulatú, jó indulatú, de az volt még a harmadik szerencsés pontom, pont, hogy, hogy periférián volt, tehát könnyen meg, lehet közel, meg lehetett közelíteni a bal oldalon, ezért azt javasolta, hogy ne csináljunk semmit, hanem azonnal, tehát ő megoperál, ez nem idevaló ez a dolog, ezt ő kiveszi. Úgyhogy néhány hetet kellett, hogy várjak, és a, a műtét közben csináltak egy fagyasztásos szövettant, ami azt jelenti, hogy amikor, amikor a... a ott a daganatból, vagy amit ott találtak, kivesznek egy kis részt, azt átküldik a szövettanra, addig ki van nyitva maga a, ott az operált mm. rész, és, és akkor a szövettanos megnézi, és utána pedig visszaszól, hogy igen, ez rossz indulatú, és akkor már úgy vágnak, azt vesznek ki, mm. amit, amit ilyen esetben kell. Tehát ott rögtön együtt tal, meg volt egy diagnózis, és igen. orvosolták is azt igen, az állapotot? Igen, igen, igen. Természetesen a fogyasztásos gyors szövettan nem egyenlő az utána több hét, vagy két, két héttel elkészülő nagy szövettani lelettől, tehát azt meg kellett várni, de, de, de hát ez egy rossz indulatú daganat volt, amit mindenképpen el kellett távolítani. De úgy feküdtél be a műtétre, hogy megnézik, hogy mi ez, és úgy keltél föl, hogy közölték veled, hogy volt egy daganatod, de már múlt időben, mert hogy igen. kiszedték. Igen. Azért ez igen. egy nagyon furcsa állapot. Igen, igen. igen. Lehet, Tehát hát. amikor én mondtam mindenkinek, hogy még lejártam tor tornázni, és futottam, meg úsztam, és akkor mondom, hogy hát megyek egy tüdőműtétre, akkor mindenki így a szívéhez kapott, hogy hát tüdőműtétre, hát ugyan, hát mi, mi lehet az, amiért nekem tüdőműtétre? Hát mondom, láttak egy foltot, de, de, de nem tudják százszázalékosan nekem azt mondani, hogy ez rossz indulatú, vagy jó indulatú, vagy nem tudják a formából. Ü de mindenképpen meg kell operálni. Tehát, hogy ez egy nem odavadó dolog. És akkor Úgyhogy... neked nem is volt betegség, tudatod az alatt az idő alatt, amíg ebben az életszakaszban volt, mert ugye ezt mondják nagyon sokszor az orvosok, hogy azért a, a betegnek a hozzáállása, a lelki állapota, az őt támogató környezetnek a támogatása, a hozzáállása, és mind-mind nagyon számít abban, hogy hogy mind gó, ö, do, ö, gyógyulunk. És például a Léle lélegzet Egyesület honlapján is Dr. Ostoros Gyula is azt írja, hogy igen, a betegnek a lelki állapota is nagyon befolyásolja azt. Hogy, hogy hogy és milyen kifutása lesz sok esetben egy adott betegségnek vagy a ráknak? Ö, igen. Ö, nem nagyon volt betegség, tudatom, de nagyon izgultam. Tehát azért nagyon-nagyon-nagyon féltem, hogy mi lehet. De hát ebben a pakliban benne volt az is, hogy hogy, hogy egy jó indulatú mm. daganatot találnak, vagy más találnak. Tehát azért, azért ö, ö, sok minden látható lehetett, vagy látható volt ö, De már tudtad, önigen, hogy mit találtak? Hát utána, uh -huh. utána. Az elejére meg visszatérve, hogy hogy megfogadtam, hogy nem nézek online semmi, semmilyen információs csatornát, nem veszek igénybe, mert horrorisztikusabb horror, történeteket meséltek ott az emberek, és nem, nem fogom nézni a tüdőrák típusait sem. Tehát nem Tehát engedted be ezt a negatív nem, információt? Nem, nem, egyáltalán nem engedtem uh -huh. be. Tehát borzasztóan bíztam az operáló orvosban. Öm, Különben nekem azt mondta a méretéből kifolyólag, hogy Éva ez rendben lesz, még ha rossz indulatú is, akkor is meg foglak menteni. Tehát, hogy mi előtte jóba voltunk, hm. tehát, hogy, hogy ő, 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 ő azt mondta, hogy, 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 hogy nyugi, és az ő, hát én nem is tudom. Tehát, hogy egyszerűen rám ragadt, amit ő, ő mondott. Igen, és akartam elkezdtem. mondani, ez egy erős mondat, szóval azért igen, ebbe lehetett kapaszkodni igen, olyan nagyon, helyzetekben, amikor mélypont volt, nem? Nagyon, 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 igen. És utána ö, hát azért megijedtem, tehát, de, de mindig ott volt az a mondat, hogy éva meggyógyulsz. Tehát, hm. hogy, hogy, mindig tudtam ebbe kapaszkodni. Utána azért volt a Különösen utána, amikor fel, fel nem Szegeden operáltak, dr. Furák József professzor, és utána felkerültem a Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, dr. Bogos Krisztinához. Ő volt a kezelőorvosom, aki már az intézetnek a vezetője most. És és azért, amikor az ábrám megmutatta, hogy hogy ezért van a tüdőn, tehát hogy volt egy tüdőn belüli áttét is, és az, hogy ben ott a kapunál, tehát a kapu uh -huh. megfogta és nem került a véráramba, Hát akkor így felsziszentem, és akkor, és akkor mondta, hogy ezért kell kemoterápia. Ez volt a negyedik szerencsés pont, ugye? Hogy nem szóródott szét az nem egész testedben. Szét, igen, és, és hát azért ott egy nyirokcsomó, amiben találták, az megfogta hm. ott ezt a, ezt a kis elkúvájgó kis sejtet, és ut, utána kezdődött a kemoterápiás kezelés. Ott mi futott át rajtad, amikor 50. szülinapodat ugye egy nagy jó kis baráti Igen. meg családi társaságban bulizva töltötted, és az 51 szó szerint a kemoterápiával, akkor ott az emberben mi pörög át? Nagyon furcsa, mert én egy eléggé feladatközpontú ember vagyok, és ezt is úgy éltem meg, hogy ez egy, ez egy feladat. Hm. Tehát én nagyon készültem a kemoterápiára. Hogy kell Elolvast, Hát elolvastam, amit kell tudni. Aha. Hogy nagyon-nagyon hogy, hogy sokat kell inni közben. Ö, és, és, és mantrázni. Tehát, hogy pozitív gondolatokat előhív. Szabad tudni, hogy miket mondtál? Hát. Ö, hát hogy életben fogok maradni, szüksége van a családomnak rám. Szeretem az életet, előhívtam imaginációs technikával az én biztonságos helyemet, biztonságos kertemet. Hmm. Tehát ezeket mind, 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 mind előhívtam és, és és fura módon volt egy egy iszonyatos élni akarásom magamban. És mondtam is azt, hogy nagyon sokat olvastam közben, tehát négy és fél óra volt a kemoterápia ideje, és én végigolvastam. És borzasztóan örültem annak, hogy végre van időm olvasni. Tehát, hogy egyszerűen próbáltam, próbáltam a jó oldalát is nézni ennek a, ezeknek a nagyon hosszú kemoterápiás kezeléseknek, és, és mondom, felkészültem rá. Tehát azt mondtam, hogy, hogy ö, ö, ja, és még azt is mondtam, hogy a, csak a rossz sejteket ölt ki, a jókat hagyd meg nekem, hogy tudjak ebből építkezni, erős tudjak maradni, egészséges tudjak maradni. Közben ö, csináltam mindenféle ilyen gyömbéres, kajám kajánborsos, erőt adó is vitaminbombákat és ezeket is, ezeket is ettem a kemoterápia engem nagyon lecsapott, tehát, hogy én úgy láttam, hogy az idősebbek jobban bírták, én nagyon-nagyon-nagyon én hmm. nem jól, tehát, hogy néhány napos borzalmas állapot, néhány napig borzalmas állapotban voltam, de azt mondtam, hogy nem baj, ez végig, ez végig kell csinálni, ez így jó, ez hat, hat majd, és, és akkor meg fog engem gyógyítani. Tehát végig-végig így álltam az egész folyamathoz. És a család hogy állt hozzá? Hát Négy ugyanígy. kicsi gyerek, ugye? Igen. Nagy már, már, nagy gyerekek. Már volt <laughs> nagy is, akkor volt köztük kicsi. kicsi na. Is, igen. Szóval, hogy azért ez a, a tüdőrek esetében nem csak a beteget érinti, igen. mint ugye a legtöbb esetben igen. is, hanem azért tényleg a szűk környezetét is, akik szintén viszik ezeket a terheket. És vannak olyan helyzetek, amikor a hozzátartozónak nehezebb. Igen. Azért ezt mondjuk el hogy, hogy tényleg vannak olyan helyzetek, amikor, amikor, amikor ő, ke, őnek, ő neki kell vinni a terhet. Ö, nagyon furcsa. Hát, négy gyerek négyféleképpen állt hozzá ez a betegséget. Hát az egyik elsírta magát, a másik már azonnal kereste a megoldást, a, a, a harmadik nem akart róla tudni, a, a negyedik pedig azt mondta, hogy akkor anya elnevezzük muffinnak és akkor nem mondjuk ki azt, hogy daganat, hanem Muffinozni fogjuk, és amúgy mi szeretjük a Muffin, de a rossz részét azt kiköpjük, tehát hogy a kisebbek, tehát hogy ilyen kicsit munkásan mm. próbáltunk ö, ö, hozzáállni. A, az én szüleim orvosok... Ö, Édesapám sebész, édesanyám pedig pszichiáter, és az édesapám összeomlott. Tehát aki egész életében daganatos műk, betegeket műt, operál, és utána a lányát látja egy ilyen helyzetben, és 81-néhány évesen ő kísér, vagy 70-valahány évesen ő kísér engem a piára, azért egy megre, ez egy megrendítő dolog. És az édesanyám viszont, ő egy nagyon kemény asszony, ő azt mondta, hogy hát nincs kérdés, hát ebből fel fogsz tudni kelni, meg fogsz gyógyulni, de minden egyes CT-nél hm. mindig elmondta. Tehát, hogy voltak olyan kis ezek a, ezek a, ezek a mondatok, amik bennem így, 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 nagyon segítették az én gyógyulásomat, és mindig, mindig velem voltak, és, és, erőt adtak. Tudod, hogy miért kaptad ezt a betegséget? Azt mondják, hogy ez egy szerzett betegség. Igen. Igen, tudom. Tudom. Hát ledaráltam magam a szószoros értelmében. Nagyon sokat dolgoztam, nagy családot vittem. Nem kíméltem magam, megfeleltem mindenkinek, ugye ez a megfelelni Hú. vágyás, ez egy ez egy ez egy nehéz dolog, mert mert mindenhol mindenképpen meg akar az ember felelni, jó akar lenni, mindig a legjobb akar lenni, és ez egy hatalmas csapda. Ugye nem nemnek a kimondása, hogy, hogy most ezt nem csináljuk, mm. hanem most magunkkal foglalkozunk, vagy a családunkkal. Az én időket azt nem tartottam be, nem pihentem. Tehát igen, nagyon keveset aludtam, borzasztó keveset aludtam, és és tudtam, hogy jól étkezem, meg sportolok, de, de sokszor a sport is függést okozott nálam. Tehát, hogy mindig az embernek nagyon kell ismernie a testét, és nem szabad kizsákmányolnia. Miben változtatott téged meg a tüdőrek? Uh, abban, hogy... Hát sok mindenben megváltoztatok, de pont most figyeltem magam, hogy, hogy a sport már nem drog számomra. Uh -huh. Néhány munkámat letettem és nagyon egy irányba próbálok menni. Most is nagyon sokat dolgozom, de pont mondta a lányom, hogy látom, hogy sokat dolgozol, de nem úgy, mint régen. Hm. Hogy sokkal jobban szelektálok, priorizálok, és nagyon tervezetten osztom be az időmet én vagyok az az ember, akinek mindenképpen kell egy notesz, egy határidőnapló, és nem, MacBook, vagy nem, nem, számítógép, nem, nem, telefon, hanem, hanem hogy egész lássam az én hetemet, a, a, hónapokat, nagyon tudjak tervezni. Van, amikor úgy, amikor nagyon sok dolgom van, akkor, akkor az egész napomat így, egy, egy ilyen nagyon tervszerű időbeosztással megcsinálom. Például, hogy, hogy hova megyek, mit csinálok, mettől meddig csinálom ezt a feladatot, mettől meddig csinálom a másik feladatot. És azt hiszem, hogy így ki tudtam magamnak egy, egy nagyon jól tervezett életet alakítani, és ebbe minden belefér visszatértem az olvasáshoz, amit imádtam, az operában dolgozom, tehát a, a zenének a szeretete, ami, ami, hmm. ami egész életemet végig kíséri. Könnyű menedzserként is dolgozom, ott pedig járom a koncerteket, és, és, és maga ez a világ ez is kikapcsol, pedig munka, de mégis kikapcsol. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy azt csinálom, amit szeretek. Találtam magamnak én időt, az irodalomra, a sportra és sokkal többet tudok lenni a családommal is. Itt a beszélgetés végén mindenképpen tegyünk említést, akkor a lélegzet a tüdőrákos betegekért és hozzátartozóikért egyesületről. Ezt miért mm -hmm. hoztátok létre, illetve említettél a beszélgetés előtt egy harangot? Igen. Amiről szeretnél beszélni? <laughs> igen. Az egyesületet azért hoztuk létre, hogy támogassuk a tüdőrákos betegeket és a hozzátartozókat. Lelkileg De, és mentális a minden igen, fórumon? Igen, minden fórumon segítsük az orvos orvosbeteg közötti kommunikációt, kialakítsunk egy, egy hálózatot a betegszervezetekkel, társszervezetekkel, nem csak a hazai szinten, hanem a nemzetközi szinten, és, és nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a tüdőrákra és ez mindenféle platformom, és hogy a tüdőrák nem az idős, tohányzó férfi betegeknek a betegsége, hanem, hanem egyre több, sajnos egyre több fiatalabbat is érint. Mi ez a harang, amit mondtál? Ez az életharang. Ezt, ezt az Egyesület adományozta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek. Ez az életharang. A, a, a korányiban ö, egy felszerelt, fizikálisan is elérhető harang, egy nagyon szép harang, aminek van egy zsinórja, amit meg lehet húzni. Annak lehet meghúzni, annak a betegnek, akinek negatív lett a lelete. Hmm. Tehát aki, aki, aki megy kifelé a tüdőrákból, és azt szerettük volna, hogy, egy, hogy ezeknek a betegeknek, vagy ez a gyógyultaknak adjunk egy olyan pillanatot, amikor így felszabadulnak. Felszabadulnak a félelemtől. Ez nagyon fontos, hogy amikor meghúzzák majd a harangot, akkor ez akkor ilyenkor levezetnek is, hogy megkönnyebbülnek, hogy hogy megvolt a vizsgálat, negatív lett a vizsgálat, tehát egy ilyen boldogság és hogy meghúzom a harangot, és hogy kiknek húzom, mert nem csak magamnak húzom, hanem a többi betegnek is. Akik húzom. még úton akik vannak, akik ugye? Még úton vannak, igen. És sétálnak igen. a zsinór felé, szeretnék igen, ők is meghúzni. Igen, hogy nagyon szeretnék meghúzni. Én Mert azt hogy gond... reményt adunk reményt adunk nekik. Én azt gondolom, hogy ezen beszélgetés után nem kívánhatok más, mint jó egészséget, Éva, és hogy vigyázz magadra, és nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, és bízunk benne, hogy minél többeknek felhívtuk a figyelmét arra, hogy minimum évente menjenek ugye tüdőszűrése vizsgálatra, és azonnal, hogyha valami tünetet észlelnek, ha kíváncsiak arra, hogy milyen tünetekről, vagy mi az, amit gyanúra adhat okot, akkor a Lélegzet Egyesület holnapját célszerű fölkeresni, és ott nagyon részletesen leírjátok azt, hogy mi a kockázati tényező, igen. és mik a tünetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Mencser Éva, a Lélegzet a tüdőrák betegek Betegekért és Hozzátartozó Ékért Egyesület elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a köszönöm hallgatóknak, köszönöm. nézőknek és a figyelmet, Bakrékát látták, hallották.